ókártos Control Hunter-t. Ez mondjuk izgalmasabb, csak az a baj, hogy Hunter-eztem egész eddig. De egyébként jó. Nézzük már, hogy ő mit tud. Tempo Valanir Paladin. Vannak itt azért vicces deckek. Baziliszkusszal játszik még mindennel. Wow. Ez a lista, ez nekem tetszik. Na srácok, mutatom. Mutatom, mivel fogunk most játszani. Nerf után agro rekrút palára? Hát... Eléggé pestises lesz szerintem. Szóval, az új meta a Control Hunter, srácok. Úgyhogy most Control Hunter-t fogunk játszani. És ez most tényleg. Na, nézzük a listát. Szóval Candleshattal játszunk, ami oké. Okay. Hunter's Mark, tehát bármekkora lényt le tudunk szedni, kb. Ingyen. Mondjuk ezt a Timberwolf-ot nem annyira értem, ezt szerintem ezt majd ingyen cseréljük, mert egy, ezt szerintem hulladék ebbe a deckbe. Cicás trükk, Explo Freezing, dupla Wandering, Berserk, Bo. Ez így fura. Egy jó Big Druid. Meg volt egyébként, tehát ha Big Spell Druidra gondolsz, Botond, az itt van. Itt. Itt a hatalmasan nagy spelleken játszott druid, ezzel játszottunk szerintem körülbelül 2 hete. Nem 2 hete, múlt héten valamikor. Igen, én is ezt nézem, hogy Noeliket meg ilyenek, úgyhogy ebbe a listába azért bele fogunk nyúlni, mert nekem ez így nem tetszik. Tehát a Timberwolfnál csak jobb egy droppok vannak szerintem, úgyhogy ez nyilván Eliket. És... hát de egyébként még a Jeweled Makó is inkább az, mint bármi. A Tyszosra? Kicsapom az Oakheart-ot? Egyrészt, másrészt nekem az nem tetszik, hogy bár Berserk van benne, meg Bazilisk, de én biztos, hogy az egyik Bazilisket kiveszem, és úgy le fogom cserélni a Houndmaster-re, mint a picsa. Egyrészt ezzel javítok a körvömön is, mert az, hogy 3 droppogó van a legtöbb, az szerintem eléggé meh. És minek Control Hunterbe Kill Command? Tehát, hogy... mert ezt értem, de nincs benne Crushing Walls. Vagy csak én nem látom. Nincs benne Crushing Walls. Nerf után átállok a sötét oldalra, és Q-blokkot craftolok? Meg ne tudjam. Kill Command Trade. Igen. Fura ez a deck nekem, srácok. Mert most Vicious Fledging-gel játszik. Nem értem. Jó, a Fledgling, nehogy... igen, eljutunk Oakheart-ig, és utána, meg milyen pempős már ez a... tehát, hogy egyetlen egy darab 9 droppunk van, tehát 6 után itt gyakorlatilag 3 körön át itt blank. És ugye húzásunk ugyanúgy nincs benne. Na jó, nem lesz új meta a Control Hunter, én úgy látom. De egyébként Rank Floor-on vagyunk, tehát, hogy... első cube lecraftolva? Szép. Na hát, rank 15-on vagyunk, úgyhogy igazából sokat nem kockáztatok azzal, hogy kipróbáljuk ezt a remek decket. Némi átalakítás után, ugye? Na hát, és szembe is jön rögtön az agro druid. Én ezt megtartom, rohadjak meg, mert hogyha agro, akkor az Explo jó, Wandering Monster jó, mindkettő upgrade-eli ezt, van a harmadik köröm, coin-nal első körre ki tud menni, ez szerintem tök jó. Ha most nem megint valami hülye Rager-t kapunk. Arany druid, az esély megvan rá. Jó, én ezt ki coin-olnám. Főleg mert így az Spellstone is eléggé juicy. Az nem Explode Trap, mert üresben nem tesszük ki az Explode Trap-et, te nagyon sötét. Hát, az egy Wandering Monster bizony. Az elég pempős lett így, haha.
Hát és így már irányítjuk is az arcot. Már így az ellenfél arcát, így abszolút. Baziliszkusz. A jó baziliszkusz. Gyere arcra, finom lesz. És trade-el! And he trades, and he trades. Na figyelj ide. Jó, abba bele tud csapni és ingyen le tudja szedni, hát ez tényleg nagy üzlet. Trade-el. Eretnek. Never trade, only smorkino. Mondjuk az így is úgy is meghal, nem mindegy. Főnök, az mindenképpen halt. Az még akkor is meghal, hogyha ezt leszilence-elem és úgy belecsapom. Az van, hogy ez is hal mindenféleképpen, de muszáj volt kitenni, hogy következő kör megjöhessen a nagy farkas csorda. Eretnek. Hát igen. Ő nem érzi még ezt a decket. Wow. Wow. Micsoda tekkelés. Ez igen. Na akkor ezt figyeld az ötödik körnek. És a személyes zsenialitásom itt a deckben már elő is ugrott. Becsicskít munka ez. Hát lehet, hogy beleszünk csicskítva. Így főleg. Előnyöseket tud trédelni. Most ezt ki tudom rakni, és le tudom... Ej. Háromféle ember van, aki érti a matekot, és aki nem. Van ilyen. Hát és akkor most kell leszilence-elni őt, ugye? Állítólag az a jó play. My thanks to you. Wow. Remek volt. Na hát a Contra Hunter elvérzett. Boldika online lett. Basic deckekkel fog játszani, vagy így mi történik? Na, mehet a Big Druida? Na, mindjárt megnézzük. Versus Malfurion! I must protect the wild. Let the hunt begin. Ugye a inside joke azoknak, akik nem tudják, Boldika lebontott a teljes kollekcióját. Így múlt héten streamen. Így azt mondta, hogy kell a show az embereknek. Na, mehet a Tinder? A Tinder stream az egyel odé van, és az valaki más csinálta, az szerint ugye Misi követte el tegnap a Tinder streamet. Az vicces volt. Csimpi bézgel. Ez egy minőségi cat trick.
Az a baj, hogy ez majd valamikor jövőre fog triggerelni, de addig kirakjuk. Megpróbálj majd körben játszani, ugye Explo-nak hiszi, az nekem tök jó, és akkor utána majd kirakom az Explo-t. Haha, sátáni terv. Köszönöm szépen. Kaptam egy 4-2-est ingyen. És nem agro druid, vagy ilyesmi. Melyik lesz nerf után a Q-bon kívül szerintünk erős? Hát szerintem Q-bon kívül erős, az... Én mindenki quest mage-ot mondtam. Mert én biztos, hogy quest mage-ezni fogok egyébként. Ez ugye az a baj ezzel a borda, hogy a swipe pozitív. Milaker Rogue. Mi Rogue talán? Szerintem nem. Szerintem a... Wow. Wow, ez a Frozen féle deck, az hát. Viszont nincs nála swipe. Ez elég jó. Most ez egy megfontolandó dolog, hogy a teacher-t itt le... Szóval ez biztosan megtörténik. A többi szerintem elmegy arcban. Meg egyébként a Jade Druid. Tehát valószínűleg a Jade Druid vissza fog térni, meg a Quest Mage. Mert Jade Druid-ül elvileg a Q-bot el tudod verni. Előveszem a polcra feltett Burn Mage-emet? Az nem rossz. Nem mer ütni. Hát... Srác, az nem meri. Hát egyszerűen nem meri. Én viszont Mari vagy nem Mari? Tudok-e nyerni itt boardról? Mondjuk... Ezt kirakom... Kirakom, belecsapom... Az a baj, hogy utána kettőbe lesz, belecsapja... Ez nem jó. Hát... Szerintem... Csináljuk meg ezt. És kiveszi a 12 armort. Na, valami erős beastet szeretnék. Korszító semmit nem csinál, viszont a fledgling az jó. Ez így pont 5 mana. Na, ha nincs nála swipe, akkor ő erre becsicskul egy kicsit. Kicsit nagyon. És bazd meg... De az előbb miért nem használtad, ha nálad volt, te hulladék? Te utolsó utáni kotorék lakó, te. Farkas... Windfury. Botond gonosz. De most nála tényleg mindennek ott kell lenni? De most oké, ez ki tud menni. De hogy... Egyébként ez így lenne az igazi. És ez... Nye. Kirakom ezt, de az a baj, hogy abban minden beledöglik. Na jó, nem. Ez a kettő így még mehet. Vagy azt mondom, hogy csinálok, de az túl rizikós. Kisebb lesz a bor, viszont nem csicskolunk be annyira a plégre. Nem fog UI nerf történni egyébként. Én is arra vártam, tehát azt a nerfek nagyon vártam, hogy itt lesz Ultimate Infestation nerf, és így nyilván semmi, ugye, mint láttátok. Pedig az nekem nagyon fájt volt. Nem. Direkt azzal tartogatom az egyik arany Ultimate Infestation-t, hogy így valami legyen. De felhúzhatom egyébként az egyik szírkötemet már. Wow. Wow. Micsoda dolgok vannak ott.
Jó Princess Uhuran? Perodactylus. És a... mindenképp charge-ot fog kapni. Legyen már a pingvin. Na, adaptoljunk. Divine Shield. Ez jó. Tehát ez megtörténik, ez biztos. És szerintem ez is. És erre lehet plégezni, ez nem annyira gáz szerintem. Mi bajunk a Void Lorddal? A Void Lord egyébként a gondot kezdődik, amikor mondjuk kikerül a hatodik körbe, akkor van. Micsoda kombó? De szép a sorrend, nem? Hát így nem lett volna egyszerűbb előbb húzni és utána meccselni a lótuszos kombót? Mert akkor se lett volna tele a keze. És akkor ez is 2-2 lenne. Elég okos volt az ellenfelünk. De igazából tök mindegy, mert megint az van, hogy kikaptunk. Jó hiéna? A hiéna az mindig jó. És csigusz hozzá. Igazából tök mindegy, mert mindenképpen haltunk. Minden deckemben 4 silence-et játszom és spellbreak, a baga és a spellbreaker mindig az utolsó 4 lap. Hát ezt így kell csinálni? Boton, lesz big druid, nyugi. Csak egy öröm még ki akartam próbálni ezt a hulladékot, de hogy ez így nem... Nem annyira adja, főleg úgy, hogy a harmadik kör óta nem húztam szikretet, és ehhez kellett volna valami. Ezt lehetne éppen. If you played an elemental, igen, hát rengeteg elementált játszottam. Taunt. Négy silence. Egyébként sajnos kell. De főleg ezért is jönnek a nerfek, mert azért kellett mindenhova a silence, mert minden deck játszod vagy bombert, vagy valamilyen másik nagy csalást. És a másik ultimate-et már 2 hete őrzi a kezében. Tehát szerintem már konkrétan így lejárt a szavatossága. Wow, na és akkor Oakheart, mutasd magad. Micsoda lények érkeztek a pástra, hölgyeim és uraim? Te egy egyszerűen hihetetlen? Na hát akkor Baziliszkusszal megöljük a legnagyobbat, ez biztos. Vele egyszer arcra megyünk, ezt tudja. Hát nyilván a szarokat kapjuk. Jó, akkor az ötöst viszont még megöljük. Micsoda kombináció volt, és milyen remek adaptot sikerült előadni. Egyébként nem érzi ilyenkor szarul magát az ember? Tehát, hogy top tier deckkel játszik, rank floor-on, és akkor jön egy meme deck, és akkor ő itt így nagyon keményen, komolyan veszi a dolgokat. És már nincs olyan deck, vagy a deckében. Wow. De így felhúzta a teljes deckjét gyakorlatilag, és most azért itt elő kell adni mindent. Tehát nagyon kemény vagy. És a fledglingnek ilyenkor kell előjönni egyébként, amikor már semmi tétje nincs a dolgoknak. Alpha, by the way. És Taunt, by the way. Akkor a 6-6-os szerintem. Vagy, de igazából tök mindenképpen kikaptunk. Hát
ezt mi máshogy nem nyerjük meg. Na hát a Control Hunter az új meta, sikerült vele két meccset veszteni. Hát nem ez az új meta, úgy tűnik. Úgyhogy itt ez a csodálatos lista. És szerintem az alapkonklúzió az, hogy ne játszatok ezzel a listával. Ez az okhártos dolog egyébként, ez nekem tetszett. Az nem tetszett, hogy a Crushing Walls nincs benne. Hát, hogy azt azért én el tudtam volna viselni. Ha már, és mondjuk én nem tudom, tehát hogy valami értelmesebb korai játékot, a Candlesh-et egyszer nem jött ki, a Hunter's Mark-ot egyetlen egyszer láttuk, mondjuk az Eliket is kijött egyszer, de hogy ennek kellene valami normálisabb korai játék, meg különben izé. Nyilván a Hero Power-ből tudtunk volna lifestyle-es lényeket craftolni, és akkor van gyógyulás, mint olyan, de úgy ezen kívül semmi nincs, és minimális tauntokkal játszott, tehát az egyetlen egy dolgot, ami taunt, azt ugye én raktam bele a Houndmaster, mert eredetileg nem játszott vele, szóval szerintem ez a lista, ez így önmagában fos. Tehát, hogy persze ez az okhártos dolog, ez lehetne jó éppen, de nem tudom, tehát ez nekem nagyon, nagyon furának tűnik, úgyhogy ne játszatok Control Hunter, srácok, nem jó. Főleg ez a build nem jó. El tudok képzelni olyat, ami tudna működni ennél sokkal jobban, de hát 0% win rate-nél az elvileg bármi jobban működik. Na, haladjunk tovább.